tábla hirdette már tavaly nyár végén, hogy hamarosan a katasztrófavédelem munkatársai költöznek be az évtizedek óta üresen álló egykori szűvépületébe Szekszárdon. A felújítási munkák akkor már hetek óta folytak az épület egy részén. Ezek a havas felvételek december közepén készültek. Hiába volt hideg, a felújításon és az átépítésen ekkor is dolgoztak a szakemberek. Ez jól látszott az épületet kívülről megnézve. A külső szigetelést teljesen befejezték, a nyílászárókat is korszerűekre cserélték, és a bejárat felett már ott volt a katasztrófavédelem felirat is, jelezve, hogy az épület hamarosan új funkciót kap. Ezek már egészen friss képek. A szekszárdi tűzoltó zenekar műsorával kezdődött a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új irodaépületének átadója. Az ünnepségre rengetegen voltak kíváncsiak, volt, aki a lakása ablakából figyelte azt. Ezek pedig a nemzeti színű szalag átvágásának pillanatai. Ezt követően a megjelentek személyesen is megnézték a modern épületet. A több mint 400 millió forintos fejlesztést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját forrásból finanszírozta. A felújítás lehetővé tette, hogy az igazgatóság korszerű irodákkal gazdagodjon, és így a régi épületet teljes egészében a parancsnokság és a kirendeltség állománya egyedül kibont. Kiemelt feladat volt a felújítás közel 400 millió forintos költségének biztosítása, melyet a katasztrófavédelem teljes egészében saját forrásából finanszírozott. A beruházás keretében az épület kívül és belül megújult. Új nyílászárókat, homlokzati hőszigetelést kapott, megvalósult a belső terek modern irodai elhelyezési igényekhez illeszkedő felújítása, burkolatok cseréje. Az elektromos és gépészeti korszerűsítésen túl 62 darab napelemet is telepítettünk. Így elmondhatjuk, hogy nem csak modern, hanem a 21. század technológiáját alkalmazó, energiailag is hatékony, gazdaságosan üzemeltethető irodaházat alapítottunk. A megyei katasztrófavédelem munkatársai eddig a szekszárdi tűzoltólaktanyában dolgoztak. Az az épület viszont nem volt elég nagy és korszerű ahhoz, hogy a különböző tevékenységet végző szakemberek 21. századi körülmények között tudják a munkájukat végezni. Erről beszélt Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja. Önök is tudják azt, hogy Szekszárdon 1950 óta, vagy az 50-es évek óta ilyen nagyságrendű beruházás, mint aminek most az átadásán megszentelésé részt vehetünk nem volt. Mikes utcában épült az 50-es évek elején a tűzoltó laktanya, azóta komolyabb beruházás nem volt, pedig én azt gondolom és feltételezem, hogy önök is így gondolják, hogy az önök felelősség teljes munkájához sokkal jobb ellátásra van szükség, illetve most már hála Isten elmondhatjuk, hogy meg is valósult, hiszen olyan feladatot tetszenek ellátni, olyan feladatot látnak el a katasztrófavédők, amihez megfelelő körülményeket kell biztosítani. Nagy valószínűséggel önök ügyfelekkel azért nem olyan sűrűn találkoznak, mint például mi a kormányhivatalban, de nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy az ügyfeleket élő körülmények között fogadják, de ami ennél fontosabb, hogy az önök felelősség teljes munkáját a 21. században elvárható körülmények között lehessen végezni. Én úgy gondolom, bár belülről az épületet nem láttam, de az előzetes információm alapján az a véleményem, hogy ez itt most Szekszárdon, hála Isten, megvalósul. Én gratulálok a kezdeményezéshez, és önöknek pedig az igazgatóság, illetve a katasztrófavédők munkája az jó egészséget. Az új épületben 43-an dolgoznak nap mint nap. Az ő kényelmük mellett az épület terének kialakításakor az is fontos szempont volt, hogy az ideérkező állampolgárokat kulturált körülmények között tudják fogadni. Ami a számomra legfontosabb üzenete a mai napnak, az az öröm, és remélem, hogy munkatársaim számára is. De hogy komolyra fordítsam a szót, Tolna megye, és sőt az ország biztonsága számára is egy nagyon fontos esemény ez a mai nap, 2019. február 7-e, amikor a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatósági épületét adjuk át.
Azért fontos ez, mert valóban a megyei szervnek egy igazgatási épülete lesz ez, ahol a megyei igazgatóság vezetése, a funkcionális szervek, tehát a humán igazgatás, a gazdasági igazgatás, a műszak, műszaki tevékenység, a hivatali tevékenység fog megtörténni, és el tud különülni a készenléti szolgálatot ellátó szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, valamint a szekszárdi katasztrófa vagy kirendeltségtől. Ez a novuma ennek, hogy egy pusztán igazgatási épületben a tűzoltók az ügyeiket tudják intézni, a hatósági osztályaink a másodfokú, főleg másodfokú hatósági ügyek intézését tudják intézni ebben az épületben, az ügyfelek kulturált körülmények között tudják az ügyeiket intézni, külön gondoltunk arra, aki mozgáskorlátozott, hogy meg tudja közelíteni az épületet. Ennek az épületnek a kialakítása, funkciója is így került kiépítésre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál azt tervezik, hogy a Tolna megyei irodaház után jövőre a szekszárdi tűzoltó laktanyát is teljesen felújítják.